Sziasztok! Ki kell találnom, melyik az a film, ami a képen szerepel című videósorozatnak a harmadik epizódja, és természetesen nem ilyen hosszú a sorozat neve. Bevok neked, hogy folyamatosan nem tetszik. Reméljük nem lesz ebből probléma. Mármint milyen probléma lehetne? Hát sok izé. Hangeffekt. Na. Pú, várjál. Hány kép van itt most össze? Összesen? 180. Kép, magyarul 90 feladvány, úgy mond. Eltart egy darabig lehet ez a videó. Na hát. Ja, egyébként hozzá akartam tenni az előző videóhoz. Hogyha nagyon akarjátok tudni, hogy melyik film az, amit láttam, melyik nem, ugye IMDb linkem az van valahol. De majd lehet berakom a videó alá az IMDb linkemet, az azon keresztül azért ki lehet szűrni. Mert mondjuk az se baj, hogyha nem láttam egy filmet, szóval nem tudom, mit magyarázok. Már se láttam, de tudom mi ez, mert felismerem a csajt. Bár attól függetlenül nem biztos, hogy az, de a G is emlékirataiban volt a csaj. Most nem, hirtelen más nem tudnék mondani, szóval tippelek egyet. Na, jó van, jó, kezdem. Szóval értek, mit akarok mondani. Na hát. Zatura, az űrfogócska. Az a magyar címe nem űrfogócska. Zatura, de az nem Zathura? Vagy az a Zarathustra? Keverem Nietzsével? Aucs. Hú, hát. Hirtelen ennyiben lövő sem sincs arról, hogy mi ez. Az vagy rá sem bírom magam vezetni, mert nem ismerem fel a jelenetet. Torrente. Hát akkor nem csodálom, nem láttam, nem szeretem, nem érdekel különösebben. Tudom, hogy nagyon nagy izé kultusznak örvend Magyarországon és a magyar népben, vagy lehet külföldön is, de külföldön nem hallottam soha jó kritikákat róla, csak így magyaroktól hallottam mindig, hogy ó, nézd meg a torrentét, mennyire jó. Vissza a jövőbe nyilvánvalóan. Méghozzá ez az első rész. Vagy nem? Ez a kettő, nem? Ez a kettő kell legyen, mert az egybe 55-ben mentek vissza. Ugye? Hát meg ott még lehet az egynek a végén, nem? Nem tudom. Valamelyik mindegy, nem is lényeges igazából. Ez a pillangó, ezt valami nagyon gyorsan felismertem. Ne kérdezz miért. Majdnem rávágtam, hogy majmok bolygója, ez a gyerek, ez másba volt. Robbie Williams film. Mondjad már, Jumanji. Jó van, már majdnem azt hittem, hogy hülyeséget mondtam. Lesz úgy Jumanji film, nem? Egyik színe se ismerős. Jó, megy a felvétel, majdnem megijedtem. Ezt nem találnám ki, fogalmam sincs. Kalandorok, az mi? Nem ismerem. Mi ez, az istenek a fejükre estek? Vagy mi ez? Mi a másik ilyen címe? Ilyen kizulu? Nem tudom. Nincs, ami nincs, bazd meg. Jó, hát Bud Spencer filmeket mikor láttam? 8 éves koromban? Utoljára, vagy 12 évesen? Jó, a halál soron, hát most megint a végletek, hogy vagy egyáltalán nem tudom, vagy simán rájövök. Mondjuk volt egy tipp is benne már. Hát Robert De Niro meg Ben Stiller, az valamelyik ütök film lehet. Aztán van három is már. Apádra ütök, vejedre ütök, meg nem tudom mi a harmadik. Ha valamelyik ezek közül, nem tudom, nem láttam őket. Az elsőt láttam még annak idején, nagyon fiatalabb koromban, nem tetszett nekem. Erőltetett. Apádra ütök. Nem láttam, de valószínűsítem, hogy a Hair. De lehet a Wicked Man is ennyi erővel, de szerintem a Hair. Hát, ja.
Voltak szüleim, nekem is tudod. Robbie Williams megint. Hát ez akkor valsz, izébe voltam, nem tudom még tábornokot alakított a éjszaka a múzeumban, nem tudom melyik rész. Rémrendes család. Elkezdtem keményen gondolkozni. Egy rémrendes család, bocs. Ez a... izé? Krampuszt akartam mondani először, de látszik a képen, hogy ez nem egy mai film. A másik ötletem a... Macaulay Culkin, mi a faszom az? Reszkessetek betörők volt. Hát reszkessetek betörőket tudom csak mondani. Nem emlékszem a házra. De most már emlékszem így, hogy láttam. De hogy nem emlékeztem a házra kívülről. Dragon Ball. Z. Ó, oh, jó, jó, most nem az a lényeg, na. Hát én az E.T.-t mondanám. De lehet bármilyen vírusos film is. Szóval mit tudom, én nem is eszembe egy vírusos film se. Szóval minden E.T. jó van akkor. Ez is olyan tip volt, mert most így az egyenet nem rémlik. Vagyis tudom mi van benne, meg ugye emlékszem a film nagyjából, nem szeretem azt se egyébként, mint az E.T.-t. De hogy az a jelenet konkrétan nem rém lett. Ez mi? Ez milyen kép? Nagyon pici a kép. Meg amúgy se tudom. Az élet szép. Ó, nem tudtam volna, de... Amerikai szépség. A rózsákból volt rögtön gyanús nekem. Halálsoron. Na de melyik? Hát ez a Star Wars... Az új remény. Epizód 4, új remény azaz. Hát... Most bármelyik zombis... Kill Bill, majdnem átbasztá. Volume 2, hát jó. Nem éppen jó minőségű képek. Ez ami füves betépős film, nem? Nem tudom, ezt tuti nem ismerem. Nem is volt válasz. Ja, van egy izé? Dokumentum, mindegy. Ha lesz WordPad file, vagy mi a faszom jegyzettöm, vagy valami, akkor jó van, de ha nincs, akkor nem tudom. Ez valószínűleg a legenda, vagy mi a faszom? Tavalyi Tom Hardy film. Ez valami múmia, de nem tudom, mert most az írő Brandon Fraser, csak a múmia jut eszembe. Az a probléma. Nincsenek megfejtések. Lesz megfejtés majd valahol? Ezt megint fogalmam sincs, hogy micsoda. De lehet tudnom kéne. Csak idegesít, hogy nincs megfejtés. Most nézem, végtekerem itt a listát, hogy nincsen. Nincsenek megfejtések. Hát az úgy érdekes lesz akkor. Minden, majd kommentbe játszok meg, hogy melyik film melyik, mert ezekről valószínűleg így a küldőnek a képei alapján eddig fogalmam sincs, hogy mik vannak, de lehet, hogy amúgy rosszul van be, mert át kellett neveznem a képeket, mert volt olyan, aki úgy küldte el a képeket, jó, ez meg valamelyik Karib-tenger kalózai, szerintem a kettő. Na, szóval valaki úgy küldte el a képeket, hogy a kép nevében benne volt a megoldás. Aztán gyorsan fogtam, kérültem mindet, a legelsőre jobb klikk, ugye, átnevezés, azt fa. Ezt akkor fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azt lehet, hogy rossz sorrendben van összerakva. Nem tudom. Hát a Karib-tenger valamelyik. Alkonyatnak a második része. Miért tudok én ilyeneket? De azért tudom, mert itt volt az, mikor ugye Bella megvágta az ujját azzal a fassággal, a papírral, vagy mit tudom mivel. Ezt akkor beindult a Jasper. Miért tudom a neveket? Szellemírtók.
Na valószínűleg az első rész, mert ez a habcsók embernek a maradványait, nem? A Jason Statham, hát a bármelyik Jason Statham film, nem tudom, Crank. Nem nagyon láttam Jason Statham filmet, nem szeretem én. Nekem ez olyan egy csíkú dolog. Legenda vagyok. Hát csak abban van Will Smith meg egy kutya. John Wick. Nagy valószínűség, ott volt ilyen ruházata, meg haj, hordási formája, meg arc. Most megint nem tudom, hogy ez Luitta vagy nem. Írjatok megoldást, vagy te csináltok megoldásos képeket is, mert nem fogom tudni. Transformers 2. A Borat. Vagy nem. De, Borat, azt hiszem, nem tudom, ez őket sem szeretem. Csak olyan filmeket küldtök, amit nem szeretek, vagy amit szeretek, azt nem mondom, hogy nem szeretem. Az Vin Diesel, valamelyik Riddick. Azokat sem néztem soha. Na sok divat filmet kiadtam, mert nem jönnek be. Ez nem a Michael Bay-nek az a gyúrós filmje? Vagy milyen? Nem tudom a címét. Pain and Gain. A Resident Evil Afterlife. Csak izé miatt ismerem fel a csaj miatt, aki a hősökbe játszott. És itt meg a izét játszotta. Nem fog eszembe jutni a neve. A király visszatér. Kevin Costner film. Az biztos. De hogy melyik? Kevin Costner film, az meg. Rég láttam Kevin Costner filmet. Gaston, ne csináld, mert tudjad már, hülye vagy? Nagyon ismerős pedig, a rohadt életben. The Untouchables. Nem tudom mennyiből, most így fogalmas nincs a melyik filmet. Rohadjak meg, nem tudom mi van. Jó, nem láttam, mondtam, nem láttam a keresztapát, akkor ne küldje a keresztapából képet. Red 2. Doctor Who, bazd meg. Meggondolkoztam nagyon, hogy mi lehet ez. Aztán néztem rá magára a doktorra csak. Forrest Gump. Nem vinnek való vidék, ezt ennyiből felismerem azt a filmet. Yeah. Jelek, hogy Interstellar. Ennyiből ki mondja meg? Interstellar. Tehát most ennyiből... Ez nagyon gonosz kép volt. Ez ami horrorfilm, nem tudom a címét. Viasztestek. Walking Dead. A Rick fejből jöttem rá egyébként. Most csávó, nem is nem tudom ki volt a csávó benne. Harcosok klubja. Nyilván ez is ami horror filmből van, de én biztos, hogy nem láttam. Mert rém lenne, soha életemben nem láttam ezt a maszkos jellegű embert. Sziklák vére? Nem szeme van a szikláknak? Hogy ezt honnan tudom, én nem tudom megmondani nektek, de biztos vagyok benne, ez a Las Vegas végállomás. Ja nem, összekevertem, jó, erre gondoltam, na, a hülye tépős, tripes, raptoros filmre. Nem láttam azt se, idegen, fiatalabb koromban elkezdtem nézni, nem bírtam ki a filmnek a nézését, de így ránéztem, és nekem azt jutott eszembe, oké, nem azt mondtam. De ez volt a fejembe. Kémek hídja. Ez nem a filmbarátok blog, Ergő?
Rázumolok. Rázumolok, mindig jobban jön. Ez mi a picsába van? Trainspotting? Nem tudom, honnan tudtam. Ez valószínűleg a taxisofőr fiatal Robert De Niroval. Azt se láttam igazából, be kell vallanom. Jól van. Fúha. DiCaprio csajozik. Elég fiatal még itt, biztos, hogy nem mostanában készült. Kapj el, ha tudsz. Az jól megregolom, mert akkor angyalok is démonok. Egész jól megy most. Ashton Kutcher, filmben nem is láttam még szerintem a pillangó hatáson kívül, szóval nem egy nehéz feladvány. Jó, tudom, hogy van más filmje is, meg mit tudom én. Carlito útja. Az arcőrzet az, ami leginkább felismerhetővé teszi az embereket mostanában. Ó, ez olyan, mint a fiatal Russell Crowe lenne, hülye. Ez mi ez a film? Esküszöm, arra gondolom, hogy ez fiatal Russell Crowe, akkor ez az izé, csodálatos elme. De nem valószínű. Mi lehet ez? De nincs megoldás. Vagy most mi van? Ez a Room? Halottköltők társasága, jó van. Room, ezt megmondtam. Viszont fel vannak cserélődve a képek itt. Ez az a Wrist Cutters, nem tudom mi a magyar címe, vagy mi pontosan a címe. A Love Story. Ez a másik föld, Another Earth. Mi, Holtak hajnala? Elhittem, bassz meg, amit mondtam. Hülye vagy? Lebírtatom a finom, nem tudom, hogy van pontosan. Ponyva regény. Finom Sprite. Értem. Tudod, mi a probléma? Hogyha nincs ott a Fox, akkor lehet gondolkoztam volna rajta. Dr. House. Toy Story 3-nak a legvége. Ez nem fogsz ki velem. Alien első rész. 8. utolsó halál akkor. Mindegy, jó? Mindegy. ...1408. Nem volt megoldása, de az volt. Battle Los Angeles. Mi a teljes címe? Nincsen megoldás. Beverly Hills zsaru valamelyik? Nem tudom ennyiből megint eldönteni. De nincs megoldás, akkor tök mindegy. Ja, itt is hosszú van fel... rakva a dolog, hogy a Battle Los Angeles, ez a Rontó Ralph. 48 óra. Nem tudtam volna megkülönböztetni. A Beverly Hills Show az egyáltalán Eddie Murphy? Hát remélem. Már nem akartam hatalmas hülyeséget mondani. Tökéletes trükkben, mikor kiviszi Tesla őt a mezőre, ezt mutatja neki, hogy figyelj, geci. Az első gondolatom a Faun labirintusa volt, de azt hiszem ez is Jumanji. Vagy nem volt még Jumanji-s kép, vagy volt már? Ez a felszámozás, ez nem jött össze nálam. Ez a... trópusi vihar valószínűleg. Jumanji. Tremors.
nem fogsz ki rajtam ezekkel a filmekkel. Szóval itt rá Marsból nem tudsz olyan képet mutatni, amit nem ismernék fel. Hú, ez valaki kihívásnak fogja venni, figyeld meg. Tremors. De jó, odaírt az ablakba, ez kurva jó. Wreck-It Ralph. Ja, Rontó Ralph. P élete. Life of P. Világok harca. Tom Cruise. Ezt a filmet is láttam, hogy 20-szor valami oknál fogva, szóval én mondom, hogy négy-négy többször láttam, hogy háromnál többször láttam a filmet, abból nehéz olyan képet mutatni, amit jó, max olyat, amit régebben láttam azért. Jó, ezt sem láttam 2-3 éve. The Prestige. Hát valószínűleg a függetlenség napja. Nem sok lehetőség van, nagy űrhajó az égen. Ja, Tropic Thunder. Mi az magyarul? Mit mondtam? Trópusi vihar. Becstelen brigantik. Hát, most ez Prometheus, Oblivion. A kettő közül valamelyik. A színvilágból ítélem meg, talán Oblivion. Döntni kellett. Fel. Up. Az elején a jelenet sorozat. Tudjátok, a sírós. Hát csak a Ryan közlegény megmentésére tudnék gondolni. De ennyiből eldönteni szintén nehéz, bár abba volt egy távcsőes, egy sniperes jelenet, ugye? Jó, hát na. Azért nem vagyok teljesen biztos magamban. Itt egy ilyen filmek, amiket 5-6 éve láttam utoljára csak. V, mint vérbosszú. Rég láttam, meg kéne nézni. Számítok az átbaszásra. Milyen filmet ismerek? Padereckitől. Péntek 13. Ez olyan, mint hogy a Dean karakterétől, Jensen Ackles-től csak a My Bloody Valentine-t ismerem, szóval nem sok minden lehet. Most nem csak, nem azt mondja, nem sok minden lehet, nem sok mindent tudok mondani, csak azt, amit ismerek. Mivel azt hiszem, nem a Subnautból raksz be képet, direkt már azért is torolkodásból. Doctor Who. Az McConaughey? És a trópusi viharban van. Lost. Helyett Taken, valamelyik rész. Mi az elrabolva? Az lesz. Biztos, hogy nem a Lostból rakták képet. Lostban nem volt ilyen. Nem rémlik ilyen, hogy Desmond soha nem találkozott. Ki a faszom az? Shannonnal. Mert Shannon meghalt a második évad. Spoiler. Közepe környékén. Desmond meg a második évad végén csatlakozott be gyakorlatilag főbb karakterként. Taken 3. Jó. 3. Nem tudom sorszámokat. Hú, milyen filmben van ő? Sok filmben megfordul amúgy. Zsebes. Szökést mondanám, mert nem tudok már, de szemben semmi más. És az volt! Hát beszarok. My Bloody Valentine. Most nem sikerült kifognod rajtam. Fegyver a kezében. X-Men Origins Wolverine, ba benne volt. Nem farkas. Nem rossz így, ha számítok a köcsökségre, akkor ki tudom találni.
Harry Potter. Egy. Szerintem itt mondja, hogy van egy macskája, a Rona izének, vagy valami ilyesmi. Itt mondják először a macskát talán. Tényleg az egy. Nem láttam, de transzcendens, mert tudom. Mert így láttam egy videó... Mi az? Külföldi videókritikát, az pont benne volt, hogy beszélt itt. Meg amúgy más nem is mondtam volna szerintem. Falling Skies. Utolsó előtti évad záró? Talán. Vagy már az utolsó évadnak az első része? Nem tudom, nem, mert akkor már nem mutatták a hajónőket. Szóval az utolsó előtti évad záró rész. Én bírtam azt a csajt, amúgy minden ilyen gonosz, meg mégse gonosz dolog ellenére, most nem tudom még ezekkel erről beszélni. Falling Skies. Ez még ugyanaz az ember küldte. Szóval biztos, hogy nem Dr. House. De mivel láttam, ezért tudom, hogy a Night Manager. Valószínűleg. Bár nem lémik a jelenet hirtelenjében. De ott volt ilyen gonosz feje mindig. A Dr. House-ban azért nem volt ilyen gonosz feje, pedig ott volt a nagy tapló, nem? Biztos, hogy nem a Supnat. Mert a Supnatban az anya, az soha nem tartotta a szabadba a kezébe a gyerekét. Mert a minden igaz, a Supnatban az anyát, de mostan évadon kívül, annak idén csak úgy láthattuk, mint flashbackbe, de akkor nem ő játszotta az anyát. Vagy vakarom a kezem egyébként. Vagy akkor, mikor a elején. De akkor éjszaka volt, mikor plafonon égett. Meg ilyenek. Szóval nem tudom, melyik filmben volt benne. Transformers. Hát jó, köszi. Büdös életben nem találtam volna ki. Gotham. Ha Interstellar, nehogy azt hitt, hogy megfogsz engem egy ilyen képpel, öcsém. Resident Evil Afterlife-ba ő játszott a... Nem Radcliffe, ki az? Valami Cliff, mi? Radcliffe? De Radcliffe, nem? Chris Radcliffe? De nem Radcliffe, bazd meg! De lehet, igen. Hú, de el vagyok tévedve. De valami Red. Meg van benne Cliff is talán. Na mindegy, tudom melyik karakter, csak nem fog eszembe jutni a neve most hirtelen. Meg Daniel Radcliffe feje van az arcom előtt folyamatosan. Forrest Gump. Most kapom meg a megoldásokat. Ryan közlegény ez is. Remény labjai. Morgan Freeman. Apu. És egy Gésának a pöcsőizői. Na hát akkor a végére értünk. Küldjetek még, hogyha akartok. Azért lehetőleg írjátok már rá, please, a képre, hogy mi van rajta. Mert valami nem derült ki ugye, hogy mi. És ez nem biztos, hogy jó. A szivatásnak látjátok, most már más módját kell találni azért egy picit szerintem. Mert most már számítok rá. Hogyha meglátok egy Premiere plánba felvett Schofieldot, vagy ki a faszom az. Nem teszem be a színész neve. Kicsit késő este van már egyébként, fél kettő. Meg álmos. Nem vagyok álmos, de nemrég keltem. Hajnal fél kettőről nemrég keltem, ez egy jó történet lenne, ezt nem mesélem mostan. Szóval akkor küldjetek dolgokat. Feliratozva is lehetőleg, mert... Vagy mit tudom én, nem volt megoldása egyáltalán, azt írjátok le kommentbe, vagy valami. Na, szerbuszkám.